szeretném átadni a szót Berényi Veronikának, aki itt az egyik alapítója a magyar csapatnak, most már 3,5 éve itt van a magyar csapattal. Azt lehet mondani, hogy Veronika megjárta a poklot, erről biztos beszélni fog egy pár szót, de most a mennybe tart. Hogy értsétek, hogy miről van szó, nagyon sikeres üzletasszonyként dolgozott, erről fogok nektek biztos beszélni, de utána történt, ami történt vele, és utána egy másik hálózat rántottak ki ebből a bajból, azt lehet így mondani. Iszonyatos mennyiségű tapasztalatot szerzett abban a cégben, és ezt a tapasztalatát ebben a 3 évben adják nekünk folyamatosan. Veronika egy nagyon magával ragadó személyiség, tiszta szív. Ezt a tapasztalatot mindig így szokta nekünk átadni, hogy megérinti a lelkünket is. Most az attitűdről és a hozzáállásról fog beszélni, mi szükséges ahhoz, hogyan állj hozzá ehhez az üzlethez, mik kellenek ahhoz, hogy itt rövid időn belül minél sikeresebb legyél. És akkor átadom a szót neked, Jél. És akkor átadom a szót neked, Veronika. Köszönöm szépen, Csaba. Sziasztok! Jó estét mindenkinek, és nagyon hálás vagyok ezért a felvezetésért. Igazából egyik sem az én érdemem, hiszen a poklát azért jártam meg, mert nem értettem a vállalkozáshoz. És hát azt gondolom, hogy sokan vagyunk így ebben a cipőben. Volt egy vállalkozásom, rendezvényszervező voltam, és gyakorlatilag egy hibámból eredendően kb. 30 millió forintot buktam. Ez volt a rossz hír. Megtennétek, hogy kikapcsoljátok a mikrofonokat, mert a felvétel készül ebből a felvételből, amit aztán szeretnénk oktatóanyagnak használni. Hallgatod? Hallod? Tehát kérlek, vedd le a mikrofon. Halló, Judit? Azt hiszem, te vagy a vonalban, vedd le a mikrofont, köszönöm. Oké. Judit? Judit, hallasz? Van egy mikrofonjeled, és azt ki tudod iktasd ki. Megvárom. Na jó, akkor addig beszélek. Igazából azon gondolkodtunk, így a vezetőkkel, Csabával, Lizivel, hogy mivel tudnánk hozzájárulni a csapat építéséhez, és arra gondoltunk, hogy talán kezdenénk az alapoknál. Nyilván ahhoz, hogy elkezd az üzletet építeni, szüksége van egyfajta attitűdre, és segítenék ebben, ennek a helyreállításában. Attitűdnek hívjuk azt, hogy neked milyen hozzáállásod van ehhez a vállalkozáshoz. Judit, még mindig nem sikerült a mikrofont levenni, és bejön a hang. Oké. Okay. Vagy menj olyan helyre, ahol mi nem hallunk be külső zajokat. Jó szívem? Jó. Tehát alapvetően a hozzáállásunkat kell valamilyen módon megváltoztatni, és mondanék nektek néhány kiinduló pontot. Alapvetően mi, akik elkezdjük ezt az vállalkozást, a Jeunesse-t, miután meghallgattuk a marketing tervet, megnéztük a termékeket, mi hozunk egy döntést, és ennek a döntésnek a birtokában elégedettek vagyunk, és büszkék, hogy ezzel a céggel dolgozhatunk, hiszen ez a cég jelen pillanatban a világ 14. legnagyobb direkt marketing cége, és egyedülálló módon a direkt és network cégek között az egyetlen, aki bekerült abba a 6-os csapatba, amely az fennállásának az első 6 évében elért az 1 milliárd dolláros forgalmat. Tehát mi büszkén és elégedetten állunk ezzel a döntésünkkel az üzletépítés kapujában. Mi ezzel a döntéssel meghoztuk azt a gondolkodást és hozzáállást, hogy ebben a vállalkozásban mi sikeresek leszünk. Ebből a vállalkozásból mi pénzt akarunk keresni, tehát mi nem csak így erre jártunk, benéztünk, aztán lesz valami, és az is majd valahogy, hanem meghoztuk azt a döntést, hogy mi ebből a vállalkozásból
ezzel a céggel partneri viszonyban pénzt fogunk keresni. Tehát értitek a különbséget? Nem tesztelgetjük, hiszen láttuk, megnéztük, elég értelmesek vagyunk, hogy eldöntsük, hogy ez a cég sikeres, vagy sem. Ezek a termékek alkalmasak arra, hogy betöltsék a velük szemben támasztott igényeinket, vagy sem. És mi ennek a döntésnek a birtokában eldöntjük, hogy ebből a vállalkozásunkból mennyi pénzt szeretnénk kivenni. És ezt nem a körülményeink, hanem a saját ambíciónk és befektetett időnk, energiánk fogja visszaadni. Tehát ezzel az elégedett és büszke döntéssel a birtokunkban elkezdünk dolgozni. Mi az, amit tennünk kell elsődlegesen? Hát elő kell készítsük a terepet. Gondolj csak el, amikor egy hagyományos vállalkozásba fogsz, akkor le kell ülnöd, és át kell gondolnod, hogy miből szeretnél mit kihozni. Tehát adott esetben akár egy pékség, vagy egy mérnöki iroda, vagy egy magánóvoda. Tehát tudod, hogy mennyi pénzed van, mennyit fogsz befektetni, és ebből mit akarsz kivenni. Van egy jó hírem, itt még a befektetés is tulajdonképpen megtérül, hiszen itt neked nem kell venned vagy bérelned irodát vagy helységet, tulajdonképpen ott te befektetett tőkét három dologból áll. Az egyik, hogy mekkora csomaggal fogsz regisztrálni. Ennek a csomagnak, ugye itt beszélünk 100, 300, 400, 500, 1000 pontos csomagokról. Amikor te 100 pontos csomaggal indulsz el, abban van 3 darab termék, amiből jó esetben egyet-kettőt fogsz használni, a harmadikat pedig elajándékozol vagy eladsz. Hangsúlyozom, ez a jobbik eset, mert ha kevés pénzzel indítasz, akkor nyilván úgy érzed, hogy ennek a megtérülése valószínűleg kicsiny, ezért a lehető leggyorsabban meg akarsz szabadulni mind a 3 terméktől, és ezt el fogod adni. Azt gondolod, hogy milyen jó vásárt csináltál, hiszen a befektetésed megtérült. Én pedig elmondom neked, hogy miért kevéssé szerencsés ez. Amikor adott esetben a szérumot, amit megvettél durván 30 ezer forintért, és el tudod adni 40 ezer forintért, kerestél rajta 10 ezer forintot, de nem próbáltad ki magadon. És ezzel ebben az esetben eladtad ezt az egy darabot, és nem teszed ki magad annak az örömnek és felismerésnek, hogy az arcodon a baráti köröd fölismer, vagy úristen, mi történt veled? Atya ég, hogy megváltoztál, hogy ennek következtében akár 100-at eladj. Tehát te gyakorlatilag azzal, hogy csak 1-2-3 termékkel regisztráltál, vagy próbáltad ki, vagy nem próbáltál ki, gyakorlatilag korlátoztad a saját vállalkozásod lehetőségét. Amit mi igazából ajánlunk, és ugye első körben úgy néz ki, hogy miért kell nekem a drágábbat megvenni, és ezt nem is érted még, hogy a szponzorod miért próbál e felé irányítani. Azt gondolod, hogy biztosan talán a forgalom, milyen jó lesz az majd neki. Ez nagyon érdekes, mert az emberek, akik tudnak motorozni, és utána elkezdenek síelni, azzal találkoznak, hogy homlok egyenest más kell csinálni. Tehát az egyik esetben, ha dőlni akarsz balra, akkor jobbra kell dőlnöd egyébként, a másik esetben, ha ugyanezt teszel, akkor szanaszét töröd magad. Tehát vannak dolgok, amiket úgy képzel az ember, hogy, és közben kiderül a valóságban, de hogy pont az ellenkezője. Na, itt is valami hasonlót fogsz tapasztalni. Tehát itt gyakorlatilag a szponzorod, akinek céljai vannak, és megy előre, és valamit létre akar hozni, akkor ő fektet beléd. Tehát nem te belé, hanem ő beléd. Ő adja az idejét, a tudását, és amikor azt tanácsolja neked, hogy mekkora csomaggal regisztrálj, az azért van, mert tudja, hogy ennek a csomagnak a tartalma az összes termék, vagy legalábbis a legnagyobb része a termékeknek, és te minél rövidebb idő alatt ismered meg a termékek hatékonyságát, annál nagyobb meggyőződéssel tudsz odállni az egyébként negatív ismerőseid elé, és tudod nekik azt mondani, hogy figyelj, működik. Mert ezt nem könyvből olvastad, hanem megtapasztaltad. Mert az anyukád, a testvéred, a férjed, a gyereked reakciója testileg
napok, hetek alatt fog megtörténni a termékekre. Tehát a mi attitűdünk az, hogy amikor a mentorom mond valamit, nem gyanakodva és nem ellenérzésekkel, hanem elfogadólag. Hiszen mi üzlettársak leszünk, és elfogadom azt, hogy ő abban érdekel, hogy én rengeteg pénzt keressek. Tehát óriási értéke és üzenete van. Rengeteg pénzt keressek. Tehát amikor a Lizi valamit tanácsol, és én azt másképp gondoltam, akkor azon én bizony egész éjszaka gondolkodom, hogy vajon az én elképzelésem ellenére a Lizi miért mondja ezt másképp. És vagy rájövök magamtól, vagy másnap újra fölhívom, és megkérem, hogy magyarázza el nekem, és akkor veszem észre, hogy aha, hát ő fölülről lát. Ő már ezt megcsinálta. Ő már tudja, hogy hogy kell csinálni, én pedig csak szeretném úgy csinálni. Tehát adott esetben az én hozzáállásom az, hogy ő jobban tudja, és miután mi üzlettársak vagyunk egy vállalkozásban, egy nemzetközi kereskedelmi vállalkozásban, ami feltételezem a legtöbb belépőnek nem egy szokványos dolog, hogy belépen egy regisztráljon egy nemzetközi kereskedelmi vállalkozásba, ami ráadásul bináris rendszerként működik, ezért azt tanácsom, hogy legyen az az attitűdöd, hogy elfogadó. Ő jobban tudja. És a legfontosabb, érdekelt a te, az én sikeremben. Aztán mire van még szükségem? Tervezésre, aminek határidőt szabok. Tehát ez a jó, majd valamikor meg leszek Jáde, vagy Zafír, tehát ez, amikor most az élet, ez nem szokott szerencsés lenni. Ez a megpróbálom, ez nekem mindig eszembe jut a Csillagok háború, amit véletőleg mindnyájan láttunk, amikor a Jedi, pontosabban na hát aztán most el fogom mondani, mindegy, szóval tanítja a tanítványát, és azt mondja a tanítványon, jó, megpróbálom, mire azt mondja az öreg Yoda, igen, hogy nem, ne próbáld. Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld. És nekem ez akkor egy érthető, egy becsúszant mondat volt, és rájöttem, hogy amit megpróbálok, vagy gyakorlatilag magamnak adtam egy kiskaput, hogy a legkisebb nehézségre azt mondjam, hát megpróbáltam, és nem ment. Tehát ez a megpróbálom, ez az élete minden területéről kiiktatásra került. Tehát erre vagy azt mondom, hogy jó, megcsinálom, vagy azt mondom, hogy nem, én ezt most nem szeretném megcsinálni. Nem próbálkozom. Aztán a tervezés határidővel miért nagyon szerencsés? Tehát az a hozzáállásom, hogy ugye nekem van egy vállalkozásom, egy nemzetközi kereskedelmi vállalkozás, ami gyakorlatilag csapatban hozza az eredményt. Tehát ebben én nem vagyok egyedül. Amikor én a szponzoromnak azt mondom, hogy én Zafír leszek X időre, tehát, és akkor ezt együtt megkonzultáljuk, hogy mikorra, akkor a szponzorom tud tervezni ennek az eredményével. Forgalomban, belépőben, további munkatársakban és további vásárlókban. Mi együtt dolgozunk határidőre, mi együtt vagyunk érdekeltek. Hova tovább? Lehet, hogy van köztünk 10-20-30 üzlettárs, akik gyakorlatilag mind-mind-mind adott esetben a legalsó ponton éppen dolgozni kezdő munkatárs eredményével, számolva, kalkulálva viszik együtt tovább a vállalkozást. Mi az, amit megtervezünk? Hát ebben majd fog segíteni a startkészlet, amelyben le van írva pontosan azok az életjelek, amik ahhoz szükségesek, amiket te pontosan tudsz mérni. Tehát egy embernek van egy pulzusa, van egy pH értéke, van egy hőmérséklete, van egy vérnyomása. Ezek mind életjelek. És akkor ez még egy csomó hozzá adott tényező van, de a mi esetünkben az alapvető tényezők, amik befolyásolják a te üzleted méretét, az alapvetően a te munkád, hogy mennyi időt, mennyi energiát és mennyi effektív munkát, marketing tervet teszel bele ebbe az üzletbe. Van egy jó hírem. Ezt a vállalkozást viszonylag rövid idő alatt rendkívül profitábilisra fel tudod építeni. Ez mit jelent? Ha egyszerűen csak napi, tehát hétköznapokról beszélek, napi 3 megkeresésed van. Mit értek megkeresésen? Azt értem megkeresésen, hogy napi 3 emberrel úgy kontaktálsz, hogy fölveszed vele a kapcsolatot telefonon, Skype-on, valamilyen formában, és odáig eljutsz, hogy átküldesz neki bármilyen anyagot,
és birtokodóba kerül egy időpont, hogy te mikor tudod visszahívni, amire ezeket a dolgokat ő megnézte, elolvasta, átnézte, ezt hívjuk kontaktálásnak. Tehát te naponta 3 ilyen esemény birtokában vagy, ugye ami 5 nap alatt 15, és ez havi szinten 60, akkor egészen bizonyos lehetsz abban, hogyha ezt így folytatod, és a hozzád belévő munkatársaidnak ugyanezt tanítod meg, akkor te rövid időn belül, körülbelül 3 hónap alatt el tudod érni azt az afír szintet, ami 1200-1500 dollárt fizet neked havonta, és abban tud segíteni a munkatársaidnak, hogy ők is ugyanezt, ugyanennyi idő alatt, ugyanennyi befektetett munkával elérjék, ezzel gyakorlatilag ezt a jövedelmet megkapják, amivel te gyakorlatilag egy szinten följebb tudsz emelkedni, és gyakorlatilag lefelé folyamatosan generáljátok az újabb és újabb szafírokat. Mire van még szükséged az előkészületnél, attitűddel? Beszerezni az alapanyagokat. Mint beszéltem neked, az alapanyag, ugye nálunk 2 dolog, az egyik a termék, amit ugye a csomaggal fogsz megkapni, és ebből lesz neked egy zseniális terméktapasztalatod, illetve a másik, amire szükséged van, mint alapanyagként, a te listád. Gyakorlatilag, hiszen mi egy áruházban egy fogyasztói rendszert építünk, tehát nekünk nem arra van szükségünk, hogy zöldséget értékesítsünk, vagy gyerekekre vigyázzunk, vagy mérnöki rajzokat készítsünk, hanem a mi dolgunk, hogy ennek az áruháznak a zseniális termékrendszerére egy fogyasztói rendszert rakjunk össze. Tehát a te listád a te legfőbb befektetésed. Aztán mire van még szükséged, amiből eredményed lesz? Idő. Időt fogsz elvenni a családodtól, és érdemes leülni velük, és elmondani, hogy ez most beszéljünk akár a gyerekeidről, akár a férjedről, akár a feleségedről, vagy akár a szüleidről, akik számítanak rád. Akiknek fontos a jelenlegi jelenléted. Én azt látom, hogy annak idején, ahogy én tettem, ahogy a munkatársaim, ahogy a mentoraim tették, ezt tudom nektek megmutatni. Érdemes leülni a gyerekkel, és azt mondani, hogy anya vagy apa most egy kicsit kevesebb időt fog veled tölteni a következő fél évben, vagy a következő 3 hónapban, vagy hát te fogod tudni, hogy mennyi időt teszel bele, de ennek az lesz az eredménye, hogy együtt megyünk nyaralni, és aztán sokkal több időt tudok veled tölteni. Én annak idején, mikor Ádámmal terveztük az én különböző szintjeimet, és Ádám kisgyerek volt, akkor a különböző szintjeimhez én gyakorlatilag egyrészt magamnak, másrészt pedig neki jutalmakat tűztem ki. Érdemes a gyerekkel megbeszélni azt, hogy elmenj egy játékboltba, hogy figyelj ide, ha anya vagy apa eléri mondjuk a zafír szintet, akkor, és ezért ketten dolgozunk, én az időmet teszem bele, te pedig a nélkülözést, az én nélkülözésemet, mit szeretnél ezért cserébe kapni? Együtt dolgozunk. És gyakorlatilag, ha most átnézzük, igazán nem sok dolgot kell csinálnod, hiszen amire szükséged van, ugye a termék, a te listád, a te időd és a te munkád. Zseniálisan föl tudod ebből építeni az üzletedet. Mit fogsz létrehozni? Másolódást. Gyakorlatilag a te attitűdöd másolódni fog. Mit értek én ez alatt? Tulajdonképpen, ahogy te hozzász a termékekhez, a hozzád belépőknek is ez lesz a viszonya. Ha te 100 pontos termékcsoportnak csomaggal regisztráltál, ugye a 100 pont, gondold végig, mondjuk, mikor neked 10 pont kell, az kb. 100 belépő. Ha 500 pontos termékcsomaggal regisztráltál, a 10.000 pontból ebből pont hús csomag kell. Tehát ennek van egy attitűdje. Tehát nem fogod tudni képviselni, hogy nagy csomaggal regisztráljon valaki, amikor te kis csomaggal regisztráltál. És természetesen, ha nagy csomaggal regisztráltál, nagyon sokan fognak hozzád kis csomaggal regisztrálni, de az attitűdöd, a kiállásod, az gyakorlatilag te fogod tudni annak a tartását tartani, hogy figyelj, nekem azért értem meg, hogy erről Liza tudna beszélni, amikor elmondta nekem az 500 pontos csomagot, hogy milyen fantasztikus, akkor én azt mondtam, hogy jó lesz nekem a 100 pontos, szegényként gondolom néhány őszhajszálat betakart azóta,
nem voltam könnyű eset, és hidd el nekem, hogy zseniális attitűddel állt hozzám. Azt mondta, hogy jól van, Vercsike, ezt te tudod. Na, amikor a szponzorod azt mondja neked, hogy ezt te tudod, akkor kell, hogy tudd, hogy nem feltétlenül ért veled egyet, de nem vitatkozik. Én beléptem, regisztráltam a 100 ponttal, talán 10 nap telt el, mire rájöttem, mert addigra már meglett a tudásom. Ezt bizony elcsesztem, de mi történt? 10 nap múlva upgrade-eltem, megvettem az 500 pontos csomagot, rájöttem, hogy üzletileg lényegesen jobban járok vele. De gyakorlatilag másolódni fogsz, egyrészt a munkában, ha te csak hetente kétszer három embernek mutatod meg, akkor kb. Ennek az 50%-a fog másolódni. Ha te naponta, illetve hetente 5x3 emberrel kontaktálsz, akkor ez fog másolódni. Tehát hogy állsz hozzá te a munkádhoz? Gondolj csak végig, hogy a jelenlegi munkáddal, a jelenlegi bevételedből hogyan tudnám akár csak ennek a dupláját kivenni. Nem tudom, mennyit keresel te most, de gondold végig, milyen érdekes lenne, oda mennél a főnököthöz, és azt mondanád, hogy figyelj, mit tudom én, Kovács úr, jelenleg az én jövedelmem, mit tudom én, 310.000 forint bruttó, és én szeretnék a jövő hónaptól 620.000 forint bruttót keresni. Na most, hát nyilván lenne néhány apró mosoly a főnök arcán, meg hát nem is tudom, hogy miket gondolna, hogy gondold el vállalkozóként, mit kellene neked ahhoz csinálni, hogy a jelenlegi bevételedet megduplázd. Gondold végig, hogy te miért csatlakoztál, vagy miért csatlakozol a Jeunesse-hez. Itt gyakorlatilag kiszámíthatóan, ha azt teszed, amit kell, és azt addig teszed, ameddig ez létre nem jön, akkor kiszámíthatóan te a következő 3 hónapban létre tudsz hozni mondjuk egy Zafir szintet, amiről beszéltünk, ugye, ami fizet neked 1200-1500 dollárt. Kiszámíthatóan tudod ezt megduplázni, amikor Zafir elit leszáll. És folytathatnám a sort. De pontosan fogod tudni itt, ellentétben a vállalkozásoddal, vagy a munkahelyeddel, hogy mit kell neked ahhoz időben, munkában beletened ahhoz, hogy a pénzed duplázódjon, triplázódjon, akár hatványozódjon. Aztán mi a te hozzáállásod, mi a te attitűdöd egy probléma megoldásához? Gondolj csak el, hogy itt emberek jönnek be az üzletedbe, akiknek különböző kihívásaik vannak. Van, aki éppen válófélben van akinek nagy beteg a hozzátartozója, a szerette, van, aki nagyon komoly anyagi problémákkal érkezik, és különböző adósságokból, és különböző problémákkal. És amikor konzultál veled, mi a te hozzáállásod? Én egy nagyon fontos dolgot megtanultam, amikor nekem 30 millió forintos adósságom volt, és így kezdtem el hálózatot építeni, akkor megtanultam a mentoromtól egy hozzáállást, és amíg élek, addig így fogok viselkedni, mert akkor én ezt nagyon-nagyon nagyra becsültem. Borzasztó nehéz helyzetben voltam, nem csak, hogy nem volt pénzem, hanem bizony volt úgy, hogy nem volt mit ennünk. Volt úgy, hogy nem volt annyi pénzem, hogy megvegyem adott esetben a terméket, vagy a különböző rendezvényekre a belépőt, vagy az utazás költségeit. György is soha nem feküdt mellém, nem simogatta a fejemet, nem sajnált. A Györgyi nekem soha nem adott pénzt. Mondjuk azt hiszem, hogy nem is vártam el. Amire megtanított az Györgyi engem, az volt, hogy megtanított arra, hogyan tudom én ezt a pénzt kitermelni. Most beszélünk egy kereskedelmi cégről, amelynek a termékei egyedülállóak, és 35-45%-os áréssel bírnak. Én szeretném neked azt tanácsolni, még akkor is, ha nincs erre szükséged, tanuld meg a terméket propagálni. Tanuld meg a terméket értékesíteni, hiszen gyakorlatilag a te költségeid, a telefonod, a benzined, a havi aktivitásod körülbelül el fog vinni egy havi 50-60 ezer forintot. Ez gyakorlatilag, ha te mondod a marketing tervet, ez 5-6 terméknek az árése.
És ha nincs is erre szükséged, ezt azért tanuld meg, mert számtalan ember fog bejönni az üzletedbe, akire bizony óriási szüksége lesz erre, és ha te ezt nem csináltad, akkor te ezt nem tudod tanítani. És még egy utolsó fontos dolgot szeretnék elmondani az attitűdről, és talán a legfontosabb részéről, a felépítésről. Magyarországon vannak bizonyos szituációk, amik így rögzültek. Az emberek a munkahelyeken szeretnek, úgymond most idézőjelben lázadni. Szeretnek beszólni, szeretnek a nehézségekről jó sokáig nagy tételben beszélgetni. És ez lett egy attitűd, a negativitás attitűdje. És bekerültél egy csapatba, bekerültél egy üzletbe, ahol minden ilyen jókedvű, ilyen könnyed, nem könnyű, tehát itt kőkeményen dolgozni kell, de sokkal könnyebben keresel pénzt, meg fogod látni, hogy sokkal könnyebben ismerkedsz emberekkel, sokkal szívesebben leszel köztünk, mert itt mindenki mosolyog, mert itt mindenki épít, és mindenkinek van ebből eredménye és sikere. Tehát ez egy klassz csapat, egy klassz üzlet. És ebben a legfőbb segítőd a mentorod lesz. Hogy ez egy ember, akinek ugyanúgy vannak nehéz pillanatai, mint bárki másnak. A te hozzáállásod milyen a mentorodhoz? Hogy elmondod az alsó vonaladnak, hogy fú, képzeld el? Nem. A te attitűdöd, ha szabad javasolnom, a következő legyen. Legyen a hála az alap. Hiszen ez az ember, aki veled dolgozik, az összesen egyszerre 2-3 embernél nem tud többel dolgozni. És amikor ő téged választott, akkor valaki másnak nem adott lehetőséget, vagy csak kevesebb időt és kevesebb energiát. Tehát amikor neked a mentorod azt mondja, hogy oké, kössünk szövetséget, én beleteszek a te életedbe, és ezek nem nagy szavak. Tehát beleteszek az életedbe időt és energiát annyit, amennyit te is beleteszel. Akkor nehogy azt hitt, hogy te teszel szívességet, mert úgy beengeded. Tehát amikor a Lizi nekem fölveszi a telefont, mert hogy én segítséget kérek, és én most tudom, hogy külföldön van, és hogy nyaral, és ott van az összes gyereke, 4 gyereke, és hogy velük szeretné időt tölteni, de most nézd meg, itt van fönn, és hallgat minket, és akarja tudni, hogy rendben megy a magyar csapat. És amikor én fölhívom, és ott náluk éjszakon, akkor is fölveszi a telefon, el nem tudom mondani, mennyire hálás vagyok, hogy az ő idejéből az én életemre rászáll. El nem tudom mondani, mennyire hálás vagyok, hogy amikor gondom van, és nem tudom elintézni, akkor a Liza azt mondja, hogy semmi gond, majd én megoldom. És mindent beletesz abba, hogy ő megoldja. És amikor én valakivel nem tudok dűlőre jutni, akkor a Lizinek van számtalan ötlete az enyémen kívül, mert az ő csoportja sokkal nagyobb, mint az enyém. Számtalan olyan helyzettel találkozott. Tehát kérlek, a te attitűdöd legyen szándékolt, tiszteletteljes és felépítő. Hiszen ez másolódni fog. Amikor te az alsó vonaladnak tisztelettel beszélsz a felső vonaladról, akkor gyakorlatilag hihetetlen szívességet teszel magadnak. 2 dologért. Az egyik, az alsó vonalad, a te majd leendő üzlettársaid megtanulják, hogy rólad hogy beszéljenek majd az ő üzlettársaiknak. És ez egy óriási segítség. Ez egy óriási segítség. Helyetted fog dolgozni az üzlet. A másik, amikor gondoljátok csak el, akár a Stefáról, akár a Liziről, akár a Póláról, én beszélek valakinek, és amikor már nem bírok evel a valakivel, vagy nem tudok segítséget nyújtani, és akkor azt mondom, hogy oké, megkérdezem a Pólát, a Stefánt, vagy a Lizit, és majd ő segít neked, akkor te mennyivel nagyobb tisztelettel veszed ezt a segítséget, mint tőlem, hiszen én természetesen ott vagyok, vagy a Csaba természetesen ott van. Tehát gyakorlatilag a felépítés, amikor te a szponzorodat felépíted, akkor ez egy hozzáállás. Te úgy döntöttél, hogy csapatjátékos vagy. És gyakorlatilag ez a felépítés, ez egy óriási segítség neked mindenben. A felépítés szól arról, felépítem a dr. William Amzalagot,
amikor a professzor filmét átküldöm. Miért? Mert ha azt mondom, átküldök egy filmet, akkor mit fog látni magától? Alig bír beszélni angolul, egy öreg fószer, mit beszél itt, mit játsza meg magát, mi ez. De amikor elmondom, hogy ez a mérhetetlen nagy tudású professzor, aki egyébként francia, de bájosan beszél angolul, és hihetetlen édes a humora, de akkora agya van, és akkora tudása, és beteszi a tudományt nekem, a laikusnak, ebbe a filmbe, hogy én értsem, és így küldöm át neki az anyagot, hidd el, hogy azt megnézi, és akkor ebből a szűrőből, ezzel a szemüveggel egy másik amzalagot lát, mint akit egyébként meglátott volna. Én, amikor ezt neked elmondom, akkor tanítalak. És kérlek, hogy add tovább. Legyen ez az a te attitűdöd, hogy te fölépíted a terméket, mielőtt ajánlod, hogy fölépíted az amzalagot, hogy fölépíted a céget, hogy fölépíted a mentorodat, hogy fölépíted a keresztvonaladat, hiszen fantasztikus segítséget tud neked nyújtani, mert amikor ő nő, akkor az téged inspirál. És a felépítés az egyik legnagyobb dolog, ami neked segítségedre tud lenni. És legyen a te attitűdöd tiszta, és vigyen téged nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy sikerre. Köszönöm a figyelmeteket, jó éjszakát kívánok!